Szép estét, nagyon csolt vagyok, látom, és Robertet kérdezném, hogyha esetleg az USA-ba Trump úr gyer, hogy az Ábrahámi megállapodások tudnak-e jó irányba folytatódni Izrael számára. Köszönöm szépen a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ha még akkor is, ha Trump nyer, nem nyer, akkor is van egy olyan dinamikája a közelkeletnek, ami, ami, ami lehetőséget nyit arra, hogy ezek az Ábrahámi egyezmények tovább tovább táguljanak, és látjuk azt, hogy per pillanat Szaudarabia sokkal, sokkal, érde, sokkal, inkább érdekelt abba, hogy egy ilyen normalizáció létrejöjjön Izrael, mint Izrael maga. Nagyon teljesen paradox helyzet állt elő, hogyan lehetséges, hogy ez a helyzet. Egyszerűen arról van szó, hogy Szaudarabia 2019-es iráni az áramkorlétesítményeket ért iráni támadás óta rettenetesen kitetnek érzi magát, megpróbálta ezt úgy ellensúlyozni, hogy közeledett diplomáciai Irán felé megpróbálta ezt a konfliktust rendezni, ugyanakkor látjuk, hogy a szaudiak úgy értékelik, hogy ebbe számukra nincs egy megoldás, és szeretnének két dolgot az amerikaiaktól megkapni. Az egyik dolog egy ilyen mini NATO, egy ilyen közelkeleti mini NATO, egy ilyen kölcsönös védelmi szerződés, egy olyan szerződést, amit utoljára 1960-ban írt alá az Egyesült Államok, kivel? Japánnal. Tehát ez az első dolog, amit Szaudarábia szeretne, a második dolog, amit Szaudarábia szeretne, az atombomba egyszerűen atomfegyvert szeretnének, ezt, ezt úgy hívják, ezt úgy hívják szalonképes módon, hogy, hogy tudom én, a, a civil nukleáris energia, ami kivezeti a közelkeletet a, a, a foszilis energiáknak a fogságából, tehát vannak ezek, vannak ezek a rablómesek, ebből jó karriert lehet csinálni, ha valaki ezeket a rablómeseket terjeszti, de nézzünk szembe a tényekkel, hogyha Irán atomfegyvert akar, akkor, akkor Szaudarábia és atomfegyvert akar, és ezt akarják elérni a dolognál. Ennek a falhoz, hogy egy ilyen, egy ilyen, egy, egy egyezményt ratifikáljon az amerikai szenátus, szükség van a szenátusnak a két harmadára, ahol az kell, ahhoz az kell hogy, hogy, Szaudarábia normalizálja a viszonyait Izraelnál. Tehát ez gyakorlatilag, ez a természetes folytatása az ábrahámi egyezményeknek, és valószínűleg, ha meg lesz egy ilyen szaudi normalizáció, akkor a következő lépés egy indonéz normalizáció lesz. Tehát látjuk azt, hogy indonézia ahhoz, hogy az OECD-be fölvegyék, az kell, hogy hogy Izrael is jóvá hagyja a felvételét Indonéziának az OECD-be, és ennek a feltétele szintén a, a normalizáció, hogy ez a két pozitív forgatókönyv be fog -e következni? Nem tudom. Hogy mibe fog ez nekünk kerülni? Nem tudom. Minden ilyen innovációnak van egy haszna, van egy ára, és van egy, van egy, van egy haszna, van egy költsége, és van egy kára is, bár minden lépésnek, amit teszünk, ezekkel a dolgokkal kalkulálni kell, és én így, így látom az ábrahámi egyezményeknek a jövőjét, ha megvalósulnak. Én Zsolt vagyok mezőszilasról azt szeretném megkérdezni, hogy az mekkora kockázati tényező, egy nagyon enyhén érintettük, hogy Oroszországot betolták Kína alá. Egy kicsit erről szeretnék egy valamelyik szakértőtől hallani valamit. Szerintem ez egy hatalmas stratégiai hiba. Ami nem azt jelenti, hogy az oroszok kedvesek és aranyosak, és hogy ők minden úgy csináltak, hogy a nyugattal jó viszonyuk legyen de ettől függetlenül olyan lépéseket tett a nyugat, szerintem nem feltétlenül gonoszságból, vagy nem rossz indulatból, egyszerűen naivitásból, vagy nem, nem akarták meghallani, amit az oroszok mondanak, ugye ez főleg a NATO történet, mert 2008 után már az oroszok korábbi köröket lenyelték. Tehát ez Grúzia és Ukrajna, ami, amik, amik sajnos ráállítottak minket erre a pályára. Csak egy példát mondok egyébként, mielőtt Grúziát megtámadta volna Oroszország, az is picit bonyolultabb volt, mert ott azért volt grúz provokáció is, ugye szakasfili eh, miniszterelnök úr részéről, de mégiscsak azért Oroszország egy komoly inváziót indított el, ami messze túlment eh, Déloszétián, tehát ugye Pilisi felé haladtak előre. De, hogy rövid legyen a válasz, előtte megalapodtak a határokról Kínával. És Oroszország nem egy túl nagy területről mondott le, de 500 négyzetkilométerről. Országok nem szoktak szuverén területükről lemondani, gyakoroltak egy gesztust Kínának, ez talán két-három héttel a grúziai események előtt volt, mielőtt ezt Oroszország meglépte, és ezt látjuk, hogy a világ ásványkincsekben leggazdagabb országa, a világ legnagyobb gyáriparával rendelkező országához kötődik egyre inkább, az olcsó orosz energia az nem Európába kezd jönni, hanem egyre inkább megy Kína felé, é. és akkor mondták, hogy ez nem lehet, nem tudnak átállni, ugye a szank mikor a szankciókat elindítottuk, átálltak. Lett egy orosz szellemflotta, ugye ki, 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 ki tud sok hajót gyártani egyébként? Kína. Kína. Tehát a, te, 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 yeah. És akkor most mi lesz? Hát az lesz, hogy az a, az a előny, ami Európánál volt, az most Kínál lesz sok, sok tekintetben, tehát milyen kára van? Hát például az európai iparnak a nyöglődése, a par nyöglődése, nyöglődése, ez nekünk mind kár. Tehát ez a mi pénztárcánkon is, itt Sárbogárdon is, meg mindenhol, ez a pénz, amit ezzel elveszítünk, az bizony érezhető lesz. És akkor még a nagy stratégiai kérdésekről beszélünk, akkor a világ legnagyobb nukleáris hatalma, ugye az USA-val paritásban Oroszország, összeáll a világ harmadik legnagyobb nukleáris hatalmával, aki hihetetlen sebességgel növeli a nukleáris ütőerejét, tehát az ezer töltet felé mennek a kínaiak, ugye az oroszok meg az amerikaiak 6000 körül vannak, persze ez se, tehát nem mindegy, hogy milyen töltet, taktikai vagy stratégiai, stb. Tehát sok, ez nem, nem feltétlenül hatszorost jelent majd. Tehát újra kell gondolni a nukleáris stratégiánkat, mert mint a nyugatnak, rengeteg negatívuma van ennek. Tehát olyan mennyiségű negatívuma van, amit, amit szerintem még, még, nem is látunk, de mindenképpen, mindenképpen a, a nukleáris politikától kezdve a védelmi politikáig szinte mindent át kell terveznünk, és ez bizony nem kis részben egyébként a mi hibriszünk, mert az oroszok, az első és még a második Putyin elnökség alatt is, inkább jöttek volna hozzánk. És mondom, ez az Oroszország nem szép és nem jó, tehát ez pillanatig sem mondom, hogy akár a 2004-es Oroszország szép és jó volt, csak nem kellett volna annyit oktatni. Nem kellett volna nem figyelembe venni, amit mond. És akkor a kínaiak meg azt mondják, hogy ja, hát ez történt Navalnyival, Hát akkor az, az most Pekingben meg mennyi érzelmet fog kiváltani? Akkor rendelünk még 5 millió tonna olajat. Ezt fogják mondani. És voltam Indiában, egy kicsit ilyen rákérdeztem az indiaiaknál, hát hát erkölcsileg ők hogyan állnak ehhez az agresszióhoz hozzá, erre az indiai vállalat mondta, hogy állnak az amerikaiak meg az európaiak ahhoz, hogy a kínaiak elvettek tőlünk, elvettek tőlünk indiai területeket törődik itt ezzel valaki most őszintén. Tehát egyrészt, az, és másik meg erkölcsileg úgy állunk hozzá, hogy az orosz olaj jóval olcsóbb. Így állunk hozzá erkölcsileg. Most akkor most mi nyerünk. Tehát rengeteg-rengeteg probléma van ezzel. Én azt látom, hogy a nyugatnak a dominanciája így is úgy is lefelé menő lejtő volt, de most itt a lejtőt még azért jól bevizeztük meg, sárosabbá tettük, és hogy még gyorsabban menjünk lefele, és ez bizony ez a, mondom, amit mondtam, ez a neokonzervatív, liberális, progresszív hübrisznek az eredménye, a világ realitása helyett, gondol, arról gondolkodtunk, hogy milyennek kéne lennie a világnak. És kínaiak meg azon gondolkodtak, hogy akkor az oroszoktól hogyan szerezzenek minél többet, az indiaiak is azon gondolkodnak, az oroszoktól hogyan szerezzenek minél többet, és ők lesznek ezzel gazdagabbak, mi meg ezzel szegényebbek leszünk. És itt Nyilván nem mentem fel az orosz agressziót Ukrajnával szemben, csak ideig elsőítottunk volna, hogy ha valószínűleg elsőítottunk volna, hogy nem tudjuk a múltat, hogyha egy picit bölcsebbek vagyunk, és a legnagyobb fájdalmam és félelmem, hogy ma sem vagyunk bölcsebbek annál, mint amilyenek 2008-ban voltunk, a nagy geopolitikai, stratégiai kérdéseket nézve, mert elhisszük, hogy a mi értékeink azok a világ nagy részét érdeklik, nem érdeklik. Nem érdeklik, tehát... Mindenképpen negatívan látom ezt. Persze a történelemben az a jó, hogy a holnapot se igazán látjuk, de azért trendeket lehet látni, én ezt érzem legalábbis. Két dolgot mondok. Egy. Volt egy olyan szervezet, ahol írták, hogy Oroszország NATO tanács. Most Ukrajna NATO tanács néven fut egy hasonló szervezet. Gyakorlatilag az volt a célja, és ez Pavagy Mir Putyin, amikor megválasztották 2000-ben orosz elnöknek, deklarálta is, azért őt a szervezet, hogy Oroszország belépjen a NATO-ba. Ez az információ picit hagyjuk leülepedni. Tehát Oroszország NATO tag akart lenni. Nyilván ez magával hozta volna a NATO-nak az átrendeződését, de úgy gondolták, hogy ha ők csatlakoznak a nato ezzel Európában gyakorlatilag ők kvázi mondjuk a nagyobb testvér szerepét tudják eljátszani katonai szempontból. Az USA-val nyilván paritásban van a katonai gyengébek, atomfegyverekben egy, egyenlő szinten vannak, és akkor kialakul egy olyan hatalom megosztás, amivel gyakorlatilag ők az Oroszország vélt vagy valós súlyának megfelelő szerepet tudnak betölteni. Ez a NATO tanács, 2008-ban beszüntette a működését, 2010-ben pedig feloszlatták véglegesen amikor rájött arra a Putyin, hogy nem hajlandó a nyugat őt komolyan venni. És ha belegondolunk abba, hogy milyen egy kisebbségi komplexus embernek a viselkedése, akkor Oroszországnak a geostratégiai, geopolitikai viselkedése mindig erről szólt, hogy őt vegyék komolyan. És ez nem történt meg. Tehát innentől kezdve ez a folyamat nem most indult el. Ez ott a történet egyik fele. A másik fele pedig az, hogy a, összes olyan szakember, aki valaha geopolitikával foglalkozott, Mekindertől a 19, 20. század eleje, 19. századi végi amerikai szakértőtől kezdve, mindenki azt mondta, hogy az jelenti a világhatalmat, ha a legnagyobb gazdasági hatalom egyesül a legnagyobb erőforrásokkal rendelkező hatalommal. Ez nagyon sokáig Németország és Oroszország volt egyébként, nem Kína, de lényegében az angol szász és az amerikai stratégia erre összpontosított gyakorlatilag az elmúlt 200-150-200 évben. Na most onnantól kezdve, hogy ők maguk tették ezt, ők maguk hozták ezt össze, és az a Harry Kissinger, aki az egész életét arra tette fel, hogy Oroszország és Kína még véletlenül se jusson egy nevezőre semmivel kapcsolatban, és az, hogy a 69-es törés megtörtént, az már a ki, az amerikai felazításnak is köszönhető, az a 72-ben van a találkozó Nixon és Mao Zedong között, amiben megindul az úgynevezett pingpong ping diplomácia, amiben ö, ö, kí, ö, a Kína szépen leválik Oroszországról, és szépen lassan, vagy Szovjetunióról, és szépen lassan Amerika irányába tesz lépéseket. Ez mind arra, arról szólt, hogy az a folyamat, amit Bigniew Brzezinski legnagyobb veszélynek írt le a nagysagtábla című regényében, vagy regényében, művében, hogy nehogy létrejön egy Oroszország, Kína és Irán szövetség, ezek mind-mind a legokosabb geopolitikai szakértők számára egyértelmű veszélyt jelentettek az utóbbi 15-20 évben olyan gőgös ö, politikusok kerültek hatalomra, és a mögöttük álló gazdasági körök, mert azért nyugaton van egy olyan modell, hogy a politikus az nem a saját gondolatai hogy szentségekszik, hanem az őt oda tevő politikai vagy gazdasági köröknek az akaratát érvényesíti, azok elhitték, hogy Kínával el lehet játszani azt, mint Oroszországgal. Kínát kettőrekbe fölvették a világkereskedelmi szervezetbe, gyakorlatilag kinyitották a világpiacot előtte, és utána már ez a folyamat megállíthatatlan volt. És valatok, ez ezek Kína is ugyanazt kezdte el követelni, mint Oroszország, amire szintén süket fülekre talált a nyugaton, hogy vegyék egyenrangú félként. Nem azt mondták, hogy ők többet akarnak, vagy jobbat, csak hogy komolyan vegyék őket. Tehát ugyanaz, ami a probléma, nagyon sokáig problémán volt Ukrajnával, hogy a 2014 előtti jogait a magyar kisebbségnek adják meg. Semmi máson nem volt szó. Ugyanezt mondták Oroszország, meg Kína az amerikai meg a nyugatnak, nagybetűs nyugatnak, elsőbb az usa hogy fogadja el őket egyenrangú ami nem történt meg. Tehát innentől kezdve egy francia tábornokot idéznék, hogy itt vagyunk az élidénybe, és a fejünkre fognak potyantani. Üdvözlet, Ákos Veszprémből, és egy olyan kérdésem menne, részben filozófikus is Roberthez, hogy így 50 évesen, hogy tudja az ember elképzelni a háborút, hogyha nincs Magyarországon tapasztalata egyetlen háborúból, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyszüleink az én korosztályom nagyszülei is igazából, akik a háborúban voltak, a második világháborúban, semmiféle információt, vagy semmiféle reakciót nem adtak erről a háborúban, annyira szörnyű volt. Tehát inkább magukba temették ezt a, ezt a dolgot nagy részt. Tehát minden olyan háborús élményünk az inkább a filmekből, mint egy ilyen romantikus történet származik, de és a kérdésem az, hogy mi a gyerekeinknek, hogy tudjuk ezt a, ezt a valamit úgy elmagyarázni, hogy az ne legyen, ne félelem legyen, hanem, hanem, valami építő jellegű történet kerekedjen ki belőle. köszönöm szépen a kérdést. Én úgy gondolom, hogy általában a gyereknevelésben a gyerekeknek olyannak kell mondani a világot, amilyen. Hát nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy őszintén és mindenféle szépítés nélkül írjuk le a világot. Nem jelenti azt, hogy ilyen naturalista eh, 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 szóvilágokhoz kell folyamodnunk, de viszont a lényegben, a lényegben el kell mondanunk a gyerekeknek, hogy hogyan működik a világ. És a leg, legnagyobb vitánk, én azt hiszem, hogy a, 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 az ideológia ellenfeleinkkel, ebben a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan működik a világ, mi a, a világnak a mozgatórugói, mi az emberi természet. Tehát ezekben az alapvető dolgokban nem értünk egyet, és erről, erről szólt tulajdonképpen a vita, és minden más gyakorlatilag ezeknek a, ennek a ennek a, ennek a továbbfejlesztése, ennek a, ennek a szembenállásnak. Ami a háború kérdését illeti, pont így kell hozzáállni a háborúhoz is. Tehát egy olyan dologként kell leírni, ami, ami a történelem sajátossága, az emberi természet sajátossága, ami eh, épp úgy tulajdonsága az emberi fajnak, mint a szerelem, vagy mint a zene, vagy mint a tánc, vagy mint az összes többi dolog, ami emberé tesz minket, a háború is egy olyan dolog, ami, ami emberé tesz minket. És. Eh, egy olyan tigris, amit meg kell tudni lovagolni. Tehát el kell tudni viselni, meg kell tudni lovagolni, és kell tudni, hogy hogyan, hogyan éljünk együtt ebben a, ebből a jelenséggel. Ez olyan, volt ez a film, a, a P története, amikor a, a kisfiú ott a, 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 tengereken hánykolódik a tigrissel a mentőcsónakba. A tigris ott van. Nem tudja a tigris, nem tudjuk, nem tudok akkor át hazudni magunknak, hogy a tigris eltűntessük. Akkor át nem tudunk hazudni. Még azok, akik ebből, ebből élnek, az, azok se tudnak akkor hazudni, hogy ezt a tigrist eltüntessék, hogy inkább érdemes velük együtt élni. De azt hiszem, hogy a módja annak, hogy megismerjük azt, hogy mi ez a dolog a legjobb dolog elmenni és megnézni első kézből. Nem muszáj az első vonalba, tehát az első lövészárkokig előre menni, de elmenni Ukrajnába és beszélni olyan emberekkel, akik abban a valóságban élnek, szerintem ez egy, nem tűnik egy túl, túl rossz ötletek, vagy meghívni olyanokat, akik átélték ezeket a dolgokat, üljenek le és meséljék el az ő személyes szemszögükből, hogy milyen volt ez a, milyen volt ez a tapasztalat, és akkor valószínűleg nem ilyen heroikus történeteket fogunk hallani, vagy ilyen, tudom, ilyen retusált képet, mint ami a háborús filmekből jönne, hanem háborúnak a prózai valóságát, és ebbe beletartozik az is, amit uh, a, 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 borzalmak, tehát a hihetetlen borzalmak, ami, amiket látunk, és beletartozik az is, amit mindig mondtam a katonáimnak, hogy Libanonban mielőtt az akcióban megyek, hogy próbáljátok meg elvezni, is. Ez tudom, hogy kicsit abszurdumnak hangzik a dolog, de nagyon-nagyon fontos, hogy megvan ez a komponense is a háborúnak. De erre mondta az Churchill, hogy szerencsé, hogy a háború hogy olyan borzalmas, mert különben állandóan háborúznak. Köszönöm szépen. És lenne még kérésem kérdésem Attilához és Bálinthoz, hogy mi van akkor, hogyha vége lesz ennek a. Tehát, hogyha nem eszkalálódik, hanem mondjuk vége lesz a, ennek a, a helyzetnek, tehát Ukrajnában meg lesz a tűzszünet, megegyeznek a, a felek, és a kérdésem úgy hangzik, hogy. hogy a rendszerváltás után mi pontosan tudjuk, hogy az ukrán maffia az hogy működött mondjuk Magyarországon. Tehát a kérdés úgy jön, az a rengeteg ember, kiképzett katona, akik, akik, nem, akik nem fognak tudni mit tenni Ukrajnába, azok, és ott lesznek a fegyverek, és ott lesznek a kezükbe. A maffia fogja fölszívni valószínűleg a legtöbbét, igazából nem lesz, nem lesz munka, tehát ők fognak valószínűleg adni nekik pénzt, hogy erre a magyar állam mondjuk fölkészülte, vagy föl tud-e készülni a későbbiekben? Az első és legfontosabb talán az, amit Szergély Lavrov mondott, azt tudom, két héttel, vagy két, három héttel ezelőtt, aki azt mondta, hogy az orosz fél feltett szándéka a nyugati rendszer megváltoztatása. Tehát abban a pillanatban, hogy véget érnek a, a harcok Ukrajna területén, abban a pillanatban számíthatunk arra, hogy, hogy orosz részről nem is abban a formában, hogy állítják egy eset, tehát nem ez katonai fenyegetés a NATO, hanem a NATO többször erősebb Oroszországnál, kettő, három, négy, akármilyen számot lehet mondani, hogy többszörösen erősebb, tehát katonailag nincs fenyegetve a NATO, viszont azokra a dolgokra föl kell készülni, hogy az meglévő gyengeséget ki fogják használni. Ennek akár a részét képezheti az ön által megoldás is, hogy a kiképzett és egyébként valószínűleg az alvilág szolgáltába álló emberek tömegeit is, nem felejtsük, hogy több százer emberről van szó, azokat fel lehet használni ilyen célra. Én itt Robert szeretném szembe de mert neki is mondtam többször úgy, hogy mondtam, hogy a hátam mögött dicsen, mert fölöttem van a képen, nem látom pontosan. Ő mondta azt, jól emlékszem, 22 vagy 22 valahogy augusztusában, az egyik első olyan mondása volt, ami nagyon szíven ütött, hogy akárhova megy majd az orosz hadsereg legközelebb, az élén csalódott és harcias ukránok fognak haladni. Mert ez megtörtént a csecsenekkel is, akik kettő háborút vívtak Oroszország ellen. Tehát gyakorlatilag szerintem az, eznek a tömegnek a felszívása az nem annyira a nyugat-európai, vagy az Európában működő maffi fog megmozdulni, bár oda is valószínűleg, hanem például az, az olyan nyugati PMC-k, mint a Blackwater, most akár is hívják őket, Z Academy, nem tudom, hogy hívják őket, illetve egyéb helyeken fognak nyilván megjelenni egyrészt. Másrészt egy jelentős részük a nyelvi és kultúrás okok miatt pedig inkább Oroszország irányába fog gravitálni. Na most abban a pillanatban, hogy a háború véget, és az a káosz, ami egy, egy, egy háború után léte szokott jönni, onnantól kezdve nagyon komolyan oda kell figyelni a határok ellenőrzésére. Tehát az, hogy tényleg minden egyes autót megnézni, átvizsgálni, hogy fegyvert ne tudjon hozni, nyilván egy ember önmagában, egy kiképzett ember önmagában is fegyver, de szerintem erre pontosan a, a történelmi analógiák miatt föl vagyunk készülve arra nem lehetünk fölkészülni, hogy beözölnik mondjuk tízezer vagy százezer ember, és közöttük mennyi az, aki ilyen célal érkezik, vagy hogyan tud magának alkalmatán fegyvert szerezni. Tehát ebben azért van kockázat. Sajnos az ilyen instabilitás elkerülhetetlen hatást fog ránk gyakorolni az a helyzet, hogy ez inkább több okból kifolag általában a, a, nagyobb városokban, illetve a földrajzilag közelebb lévő helyeken szokott lecsapódni. Tehát nem akar messzire menni a lakhelyétől, tehát akár Nyíregyházal, akár Miskolcról beszélünk, ott lesznek inkább problémák, illetve a Budapesthez hasonló nagyvárosokban, vagy mondjuk lehet például Pécsen vagy Szegeden, de, de inkább ezen a területeken lehetnek. Egy darabig, amíg ezeket az illetőket sikerül kiszűrni, és, akár börtönbe küldeni, akár más szempontból megszabadulni tőlük, visszaküldeni, vagy bármi. Tehát ennek megvan a reális esélye, de én ugyanúgy, mint általában a, ezektől a dolgoktól nem tartok annyira, mert tudjuk, hogy ez a folyamat el fog indulni, és valamilyen szinten nyilván kormányzati szinten is készülnek rá. Én egyetértek azzal, hogy ha ez a háború lezárul, akkor Ukrajnában, egyébként még a rosszországban is rengeteg sokkolt erőszakban nevelődött ember lesz ami nyilván hatással lesz a társadalomra, de elsősorban a saját társadalmaikra, tehát a saját országban lesz ez nagy hatás. Ugye a 90-es években Magyarország nem volt egy erős ország, az ukrán mafia, orosz maffia sokkal inkább teret tudott nyerni, aztán 2000 körül eltanácsolták Szavabácsit, meg, meg másokat is, és azóta se jöttek vissza. Nagy arányban nincsenek itt, nem látunk erőszakos cselekményeket. Tehát amíg egy állam erős, addig, addig egy ilyen típusú maffia, ami, ami, erőszakos, ami kalasnyikovokkal kényt fizettet ki védelmi pénzeket, nem, nem tud megjelenni Magyarországon, ettől nem tartok az abszolút egyetértek, hogy rengeteg ukrán, rengeteg orosz, ha ez a háború lezárulna, jelenik meg majd olyan pm szigbe mint akár a egykori Wagner, tehát lehet, hogy az Afrika Korpsnál együtt fog harcolni az ukrán frontról az orosz, meg, a, meg az ukrán, akik egymást tölték. Tehát láttunk ilyet a francia idegen légióban, ahol egymás mellett harcolt a Wehrmacht egykori katonája, és a francia hadsereg egykori katonája. Tehát a világ ilyen. Tehát vannak olyan emberek, akik ezek után az erőszakból fognak élni, de azért azt hozzá kell tenni, hogy az ukrán bevonultak nagy része, azért az családos ember. Tehát itt az ukrán hadsereg összetételét azért meg kéne nézni, itt a 40-esek vannak többségükben, tehát nem a... Tehát ugye most 25 évre csökkentették le a beívható életkort, ugye 27 volt korábban, tehát én azért nem rettegek ettől annyira, mert akik most 40-esek, hamarosan 50-esek lesznek, hát nem ők fogják szerteszét maffiázni Európát, tehát ez, ez a generáció erre nem alkalmas, tehát mint, mint késő 40-es ember érzem azt, hogy azért nem futok fel háromszor a hegyre úgy, mint, mint mondjuk korábban. Persze, de itt igazából Ukrajnát fogja ez nagyon rosszul érinteni, rengeteg embernek lesznek pszichológiai problémai, meg Oroszországban is, de nyilván Oroszország sokkal nagyobb, tehát nem lesz ennyire, egy lakosság, ország nem lesz ennyire brutalizált a társadalom, mint Ukrajna. Ukrajna brutalizált társadalom lesz, tehát hogyha mondjuk valaki kimegy Kijevbe, és belekeveredik egy vitába, akkor inkább csendes legyen, mert nem lehet tényleg majd tudni, hogy a másik illetőnél van a fegyver, meg hogy mit élt át. Tehát ilyen értelemben tud ez probléma lenni, de ha én ebből Budapesten nagy biztonsági kockázatot lássak, én nem, ezt nem látom. Az más kérdés, hogy a fegyverek, egy része az átkerülhet Európába, kerülhet zsihadisták kezébe, kerülhet bűnözők kezébe, ez megtörtént a Balkánon. Tehát ez, vagy volt, emlékeznek egy Magda Marinkóra, tehát ilyen jelenségek, ha még emlékeznek rá, hogy, hogy mondjuk bérgyilkosok megjelennek, mert háborúban brutalizált emberek. Ugye, ez egyébként hozzá kell tenni, hogy itt nem azért, mert rosszak ezek az emberek, hanem azért, mert átéltek olyan dolgokat, amik a világukat, persze lehet, hogy eleve rossz ember volt Magda Marinkó, tehát nem mentem fel, aki egy ilyen képes, csak amit mondani akarok ezzel, hogy a háború bizony a rosszat még rosszabbá tudja tenni egy emberbe, mert ha valaki annyi vért mocskot látott, és ez tényleg nagyon fontos, hogy a, hát a, a, filmeknek egy része, különösen régebbiek, azok elmosták azt, hogy milyen a háború, ezért kell olyan filmeket nézni, mint a Ryan közlegény megmentéseben. Nyilván még ez a valóság, mert az illatot nem érezzük, tehát egy csomó mindent nem érzünk, de ez bizony szörnyű tehát a háború, háború az szörnyű, és rengeteg embert fog ez megtörni, és legtöbbet ezen Ukrajna fog szenvedni, mert mondom, kisebb ország, mint Oroszország. És akkor mi egy utolsó kérdés, és megkérném a kérdezőnket, hogy legyen kedves húzni két nevet, a, ők a könyveknek a szerencsés nyertesei. Ha magát húz, akkor két könyvet kap. Az első nyertesünk Straub Ferenc. Gratulálunk, viszem a könyvet. Most még, még egyet. Igen. A második nyertesünk pedig Kis Marianna női kvótát is megugrottuk. Gratulálunk, viszem akkor oda is, és akkor jöhet a kérdés. Köszönöm szépen, Mészára Zoltán, megyek Dunajvárosba. Igazából Bárinthoz, Attilához, Roberthez, bárkihez, aki, is mondjam, érdembe tud erre, ahogy Robertet idéztem, annak ide mindenki addig marad moralizáljon, ameddig a ír, ugye? Föltennék egy olyan kérdést, hogy elsősorban Attilához, hogy. Igen, beállítottuk, illetve beállította a világ azt, hogy Oroszország egy agresszor. Oké. Okay. De mit kellett volna, és meddig kellett volna neki elviselnie, illetve tűrnie? Ezt, hogy ő megtegye, illetve megtette, amit tett. Tehát biztos vagyok benne, hogy történtek olyan üm, diplomáciai vagy üm, általunk nem tudott üm, tárgyalások, illetve egyezkedések, üm, de, de valami oknál fogva elmented ez a folyamat addig, hogy 2022. február 24-én megtörtént ez a valami. Ez lenne az egyik kérdésem, a másik pedig, hogy, hogy ez, ez, ez oké, okay. fordítsuk meg egy kicsit a helyzetet, 2014 előttre ugorjunk vissza. Mi lett volna, hogy egy másik országban történik pontosan ugyanez? Beszéljünk Magyarországról már ugye, és meg azt mondják, hogy megtámadják, vagy a, 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 az ukrán, ö, hogy is mondjam, nacionalisták, elnézést, hogyha sértek valakit, a, a magyar kisebbséget elkezdik citálni. Bevonul a magyar, hogy, na, megvédje a, a helyi kisebbséget, és Oroszország azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, én ezt támogatom, fegyverrel mondjuk Magyarországot. Akkor ezt hogy lépte volna meg a, a nyugat, vagy mit tudom én, a globális világ? Köszönöm. Ugye nekem elég határozott az álláspontom, hogy Oroszországnak az, amit meglépett, az nem indokolható azokkal a sérelmekkel, amik megtörténtek. Ugyanis azok a sérelmek, amik itt Magyarországon sok fejbe benne vannak, hogy itt ezrével ölték az oroszokat, azok nem igazak. És ezt onnan tudom, hogy én körbejártam Ukrajnát nagyon sokszor, és volt a is, még nagyon sok helyen, tehát, euh, tehát a kiinduló pontunk valószínűleg nem ugyanaz ebben. Tehát nyilván történtek nyugati részről olyan lépések, és ezt el is mondtam az előbb is, amik nem szerencsések Oroszországgal szemben. Ez a leg, legsúlyosabb az, ukrán, Ukrajna és Grúzia meghívása a NATO-ba, csak hogy erre esély sem volt. Tehát azt mondani, hogy 2022-ben mondjuk azért támadták meg az oroszok Ukrajnát, mert NATO csatlakozás közel állt, most nincs és nem volt rá esély. És nem csak Magyarország miatt, fél tucat ország miatt nem volt rá esély. Nem volt semmiféle mészállás 2022-ben, a súlyos incidensek 2014-15-ben voltak, nem volt ukrán atomprogram, a biolaborok, amiket annyit emlegetnek ezek, tehát az mindenhol van, minden országban van, nem történt, hogy mit orosz, orosz írtógyilkost, fejle, fej, vírust fejlesztettek volna. Tehát ezt azért szeretném önöknek elmondani, hogy rengeteg olyan toposz van a magyar társadalomban, amiket az orosz propaganda ültetett be a fejünkbe. Tehát, ami, ami nem azt jelenti, hogy Ukrajna ártatlan ezekben, mert nagyon-nagyon rossz úton indult el 2014 után Ukrajna, olyan törvényeket hoztak, amik az orosz nyelvvel szemben, meg a magyar nyelvvel, meg sok más nyelvvel szemben negatívak, csak rakjuk már a kettő dolgot egy síkra. Tehát a rossz ukrán törvények, meg mondjuk tényleg meghalt 50 ember Odesszába, azt mindig megkérdezem, aki 14 vagy több ezer lemészárolt oroszról beszél, és tudom, hogy ezzel nem leszek népszerű sokak szemében, mondják el a többi, tizen, az 50 után állítsák fel, hogy, hogy, hogy jön ki a 14 000, vagy a három ezer, vagy a négy ezer. És amikor mikor erre jönnek a izék, hogy akkor Mariupol. Mariupolban meghalt nyolc ember. 10. Mert ott is volt egy... Csak amit mondani, tényleg ezt akarom önöknek mondani, meddig tűrt Oroszország. Oroszországot bizony megalázták, Oroszországgal szemben nem beszéltek jól, de ez olyan, mintha valaki megaláznak, aztán fogja a kést, és a szomszéd elvágja a torkát. Mert ezt csinálja most Oroszország. azért ez egy pici túlreakció. Én ezt tudom önnek mondani, a, úgy, Úgyhogy én azok közé tartozom, akik, akik egyébként Oroszországban is voltak, rengeteg orosz kapcsolatom van, rengeteg ukrán kapcsolatom van, ezért nem hiszem el ezt a propagandát. Mert, mert mondom, sérelmek voltak orosz részről, de azt, hogy így gyakorlatilag most meghalt eddig 200 ezer ember, és még egyet mondani kell, a kelet-ukrajnában meghaltak nagy része, a civil meghaltak nagy része az orosz anyanyelvű és részben orosz nemzetiségünkben. Ezt nevezi valaki felszabadításnak. Szél, egy várost, porrá lövünk, ez a felszabadítás. Tehát én nem tudom ezzel, tehát én nem tudom, én megértem azt, hogy Magyarországon, és most jöttem egyébként vissza Kárpátaljáról, tehát nyolc napot töltöttem Kárpátalján, egy csomó dolog, azért nem teljesen úgy van, mint ahogy nagyon sok egyébként nemzetérzem jó magyar ember gondolja. Az ukránok elkezdtek visszalépni a legrosszabb dolgokból, gesztusokat tesznek, ez persze azért van, mert a magyar kormány nagyon keményen, nem jó indulatból kiállt a magyarság mellett. Csak amit mondani akarok ezzel, a törvényeket meg lehet változtatni, a rossz ukrán törvényeket meg lehet változtatni, azt a 200 ezer embert, aki mind a két oldalon meghalt, már nem lehet visszahozni. Tehát ezt látom az orosz politikában a legbutábbnak, meg legbűnösebbnek. Ráadásul még azt, hogy ezt a háborús ki értékben meg se fogják nyerni. Ugyanis a stratégiai győzelem azt jelentette volna, hogy tényleg egy Krímhez hasonló győzelmet aratnak. Tehát itt most igazából Oroszország annyit ért el, és ugye ezt már kérdésre mondta, hogy szépen beszorult Kína alá egy, egy másodiknak. Kínába fogják hozni a nagy döntéseket. Oroszország lehetett volna egy független tényező a kettő között, amit egyébként India csinál. Hogy mind a két oldaltól elveszi a legjobbat, és így lesz hatalmasabb. Most be fog szorulni Kína alá, és előbb-utóbb úgy fognak táncolni, hogy Pekingbe fütyülnek. Ez jó Oroszországnak? Tehát én nem látom ennek a háborúnak még azt, hogy ez Oroszországnak jó. Nyilván tévedhetek, de én láttam egyébként, tehát én ott dolgoztam, a Védelmi a védelmi foglalkoztam, láttam egyébként azt, hogy rosszul. Rosszul kezeljük az oroszokat, ezt itt is elmondtam még az önkérdése előtt, hogy az oroszok mindent a lehető legparanoibb módon ö, reagálnak le, az is biztos. Tehát azért az orosz készülékben is nagyon komoly hibák vannak. Röviden ezt tudnám mondani, utána még tudunk erről beszélni, hogyha, ha gondolja. Robi? Ja, én azt, azt szeretném a nevel kapcsolatban elmondani, hogy én, én ezt két, én már másképp látom ezt a dolgot, tehát próbálom, szeretném két más, két további szögből megvilágítani a dolgot. Az egyik a geopolitika. Tehát teljes, teljesen függetlenül attól, mondjuk úgy, hogy a nagyhatalmaknak semmi szüksége nincs arra, hogy Odesszába befűtsenek oroszokkal a színházba, vagy hogy valahol máshol atrocitásokat kövessenek el, ez egy teljesen mellékes, teljesen fölösleges dolog. Hogyha a, egy nagyhatalom elhatározza azt, hogy vannak bizonyos geopolitikai céljai, amiket meg akar valósítani, akkor az őrügyet legyártják hozzá. És a klasszikus ürügy erre az első, a második világháborúnak a kitölése, a lengyel provokáció, a német rádióadó ellen, tehát ezeket ez már csak kézügyesség kérdés. Ezt, ezt a, tudom én, az első osztályban megtanítják a, a kezdő, kezdő diktátorokat, vagy kezdő politikai vezetőtek, ezt megtanítják már az első leckékben. Tehát ez teljesen mellékes. És én úgy gondolom, hogy a, a, az európai kontinens politikája, ez, ez a konfliktus bele volt húzagolva, mondjuk úgy. Hát függetlenül attól, hogy most Putyin ül a, 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 a Kremlbe, vagy pedig a Teréz anyák ülnek ott, a geopolitikai gondolkodás ugyanazt, ugyanazba az irányba hajtotta volna őket, és ezzel kapcsolatban mondta William Burns, hogy azok az oroszok, akikkel beszélt, mint, mint moszkvai nagykövet, teljesen amerikai, liberálisak voltak, vagy, vagy pedig pedig oldaliak, ugyanúgy reagáltak a NATO, a, a, a NATO terjeszkedésére kelet felé. Tehát ez ami a geopolitikai szöget illeti. Hogy van a dugók, amik bele vannak, konfliktusok, amik bele vannak húzagolva a, a, a földrajzban, meg a nemzetközi rendszerben. Nem szükségszerű, hogy ezek megtörténjenek. Látjuk például Irán, hogyan vált nyugati szövetségesből, és szövetségesből a nyugat ellenségévé ideológiai okok miatt. És akkor ez vezet a második szöghöz, ahonnan szeretném megvilágítani ezt a dolgot. Tehát úgy is tekinthetjük ezt a háborút, nem mint egy célt az orosz elitek, politikai előttek számára, mint egy eszközt. Mint egy eszközt visszaszerezni Oroszországnak az ideológiai függetlenségét mondjuk. Tehát az orosz tömegek számára én nem gondolom, hogy Kína egy ideológiai kihívást jelentene, vagy az iszlám világ egy ideológiai kihívást jelentene. Viszont a liberális nyugat igenis jelent, az orosz elitek számára egy, 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 liberális, egy, 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 egy komoly ideológiai kihívást, egy alternatívát, ami más, mint a haza, nemzet, család, az orosz az orosz birodalmi nagyság, az orosz eh, eh, nemzeti gondolat. tehát A nyugat, nyugat ezzel ez ellen tud állítani ideológiai konkurenciát, egy ideológi, ideológiai alternatívát, és a háború egy remek eszköz volt arra, hogy, hogy hogy Oroszország ideológiailag is egy, 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 egy önálló pozíciót foglaljon el a globuson, mondjuk úgy. Önálló ideológiája, önálló ideológiával, mondjuk Kína és a Nyugat között, mi nem, nem egyfajta tökéletlen Nyugat vagyunk, és idővel kicsit olyanok leszünk majd, mint Belgium, hogyha tökéletesedni fogunk. Nem, mi nem akarunk Belgium lenni, nem akarunk Dánia lenni, mi nem, a, nem a, a, a Oroszország fejlődése, nem a, a, a Fukuyama-féle évet követi, nem, nekünk megvan a saját évünk mi egy külön civilizáció vagyunk, és ennek volt az eszköz ez a háború szerintem, ismerve Putyinnak a, az obszesszióját a történelemmel, meg ezekkel a nagy metagondolatokkal kapcsolatban, azt hiszem, hogy van ennek a fajta nézetnek is van némi létjogosultsága a háború, mint eszköz. Alapvetően az én gondolati iskolámnak a kiindulása az, hogy mindenki azudik. Tehát <laughs> alapvetően egyetlen egy, és most remélem megint csak kikapcsolják a mikrofonokat, Egyetlen egy kormánynak sem áll az érdekében az, hogy a teljes igazságot elmondja. Hát, nyilván politikai okai vannak, és innentől kezdve az a, a, a Bunyó úgy kezdődött az óvodás e, piros csoportban, hogy Pistike visszaütött típusú történetet, történetet látunk. Tehát e, nyilvánvalóan vannak, voltak olyan sérelmek a többmilliós, akár tízmilliós, vagy még nagyobb orosz kisebbséggel szemben, amire Oroszország reagálni akart, és reagálni -e kellett is. Jó kérdés, hogy mennyire célszerű a mafiózónak az öcsét az iskolába rúdosni, mert perpillanat vagyok a nehezebb, amikor meg megérkezik a testvére, vagy az apja, akkor meg ő lesz a nehezebb, és ő fog engem megverni. De ettől függetlenül, hogy egy, egy háborúhoz milyen indokot találunk, hogy a Kázusz Belli, ahogy a Robi is mondta, vagy Attila mondta, bocsánat, a, a másik világháborús kiváltók is, az már, az már csak egy indok. Tehát történt valóban Ukrajna születő nemzetállamként elnyomta a kisebbségeket, az összeset. Az orosztól kezdve, a magyaron át, a románik, a lengyelig, mindenkit. És a, a, többször elmondtam már, csak hagyj idézem fel azt, hogy a, amikor boxvilágbajnok lett Vladimir Klitschko, aki ukrán származású, mint azt tudjuk, ő Vladimir Klitschkoként lett boxvilágbajnok, azt hiszem 2006-ban vagy 2007-ben, nem Volodymirként. Akkor még ez nem volt kérdés. Most már ez kérdés. Tehát zajlódik egy folyamat, ütköznek érdekek, és ehhez keresnek a, a, különböző felek fügefa leveleket. És akármilyen is egybecseng a tapasztalatunk, és hogy vissza a Tamásnak a nyitó gondolatára az összetartás napjára, hogy akármilyen is egybecseng a mi trianoni tapasztalatunkkal az, ami mondjuk az oroszokkal történik Ukrajnában, vagy akár a Krímfélszigetnek az este, vagy egyéb történetek, ettől függetlenül ezeket a dolgokat érdemes a helyén kezelni. Tehát ugyanúgy Elképzelhető, és bele tudjuk magunkat élni az ő helyükbe, ettől függetlenül a nemzetközi rendnek, amelynek a másik világháború után okkal az a kiindulási pontja, hogy nem fenyegetjük a másikat háborúval, és végképp nem indítunk háborút, annak ez egy kirívó megsértése volt. Megint ez olyan dolog, hogy ha valakinek a kocsmába az édesanyját szídják sokáig és kitartóan, akkor el fog csattani egy pofon, de attól függetlenül lehet, hogy ezt másképp is meg lehetne oldani. Tehát nagyon nehéz ebben ö, ö, mondjuk így állást foglalni. Itt megint hagyj idézem fel egy korábbi mondásomat, hogy ki a cselekvő képes, tehát aki tudja és belátja a tetének a következményt. Tehát ne ezeket a típusú dolgokat nagyon csábító, és én is többször elkövetem ezt a hibát, ez nem, nem kritika senkivel szemben, én magam is többször előfordult, hogy indulatokat vitem ebbe a történetbe, de ezeket jobb távolságtartással és, és érzelmektől mentesen kezelni, még ha nem is olyan egyszerű.